A Nyíregyházi Állatpark Bennett kengurukat szinte a kezdetektől tart, de most először sikerült Ausztrália emblematikus állatait a megszokott geográfia tematika szerint egy kifutórendszerben bemutatni. A nagy közönség itt találkozhat még a föld legnagyobb erszényes állatával, a vörös óriás kenguruval. Tudományos neve vörös nagylábút jelent, hiszen valóban tekintélyes hosszú hátsó láb jellemzi. Az óriás kenguru tenyész csapattal a világ második legnagyobb futómadarai, az emuk élnek együtt. Az állatbemutató népszerű lakói még a vörös bundájú ausztrál vadkutyák, ez idáig a Nyíregyházi Állatparkban dingókkal még nem találkozhatott a nagy közönség. Az ausztrál kifutó legkülönlegesebb állatai a dingók. Igazán ő fura a megítélésük az ausztrál kontinensen, hiszen míg az őslakosok megpróbálták őket megszelídíteni, egyes leírások szerint még az ősasszonyok szoptatták is őket, hogy megszelídüljenek, addig a mostani fehér emberek nem szeretik őket, a juhnyájak hóhérainak hívják, nem hiába, hiszen valóban megtizedelik a juh állomány, éppen ezért, hogy távol tartsák őket, hosszabb kerítést építettek kelet-nyugat irányba Ausztráliába, mint a kínai nagyfal. A dingók melletti kifutóban a vizes élőhelyekre jellemző tyúkludak és fekete hattyúk élnek. A fekete tollruhájú állatok Nyugat-Ausztrália nemzeti madarai, és előszeretettel tartózkodnak a számukra kialakított tóban. Míg a velük társbéletben élő tyúkludak, bár a récefélékhez tartoznak, nem szívesen mennek a vízbe. Az ausztrálház mellett egy külön volierben a legnagyobb jégmadárféle a kacagó Jancsi látható. Az ausztrál őslakók szókészletéből kölcsönzött hangutánzó szóval kokaburának is nevezett madár, jellegzetes, gurgulázó kacajáról kapta mind nemzetközi, mind pedig magyar elnevezését.